Idén is meglepték a meghívottakat az Összefogás Alapítvány Együtt Egymásért nappali ellátójának fiataljai. Minden évben nagy izgalommal készülünk. Januári hónapban már elkezdődik az ötletelés, hogy mi is legyen az a vonal, ami ilyen jelmezeket válogathatunk a fiataloknak. Mik azok a képességek, készségek, amilyeneket meg tudnak, amire képesek. És akkor így jött az az ötlet, hogy állatjelmezekbe bújnak, és hogy az egésznek egy mondani valója is legyen, hogy minden embernek a lelkében dolgan. És hát a díszítés is önmagáért beszél. Látszik, hogy ti ezt tényleg szívvel, lélekkel készültök és csináljátok. Igen, ez mi hozott anyagból dolgozunk, mivel palacsugorítás is folyik a fejlesztő foglalkozás keretében, és azt gondoltuk, hogy ezeket a palackokat fel fogjuk használni, és jövőre is még fel fogjuk használni, maximum egy kis átfestést fog kapni, és ennyi az egész. Mindig nagyon szívesen jövök ebbe az intézménybe, ha tehetem, akár egy karácsonyváró időszakban, amikor közösen készítünk ajándékokat a családoknak, vagy tavaly éppen legutóbb mézes kalácsot sütöttünk, az is nagyszerű élmény volt velük, és természetesen a farsang is ebbe a sorba van, amikor mindig arra várok, hogy van egy legalább egy fél óra, amikor egy kicsit ki lehet kapcsolni, és nézni a fiatalokat, hogy mire is készültek. Az idei évben is látszik, hogy nagyon sok munkát és energiát fektettek ebbe a farsangi műsorba, mert már a dekorációtól kezdve a látvány és az egész műsor önmagáért beszélt. Minden évben úgy vagyunk, hogy jaj, milyenek is lesznek, de mindig valami újat tudnak hozni, nagyon ügyesek, és nagyon készülnek a farsangi alkalomra, úgyhogy mindig megdobogatják a szívünket ezzel a kis műsorral. Az intézmény több mint 10 éve segíti a szellem és testi fogyatékossággal élőket. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere, mint köszöntőjében mondta, mindig nagy örömmel vesz részt az intézmény ünnepein. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy név szerint ismeri a fiatalokat. 20 évek óta járok már ide, szerintem így már lassan 10 éve, hogy a hétköznapjaikban sajnos nem, de azért az ünnepek alkalmával is több program keretében találkozunk egymással, úgyhogy gyakorlatilag igen, név szerint ismerek mindenkit. Már nem mindnyájan bonyhárdiak, ugye 24 férőes az intézmény, és abból csak néhányan a bonyhárdiak, de ez ebből a szempontból teljesen lényegtelen. A Völgységből vannak itt fiatalok, és Bonyhádot egyéb is a Völgység központja, úgyhogy ilyen szempontból is térségi szerepvállalásunk megmutatkozik. Ami a személyes kapcsolaton túl, meg azon túl, hogy itt az intézményben találkozunk, ők is megtisztelnek minket minden egyes város ünnepségen, ott vannak a nemzeti ünnepeinken, eljönnek minden olyan közösségi rendezvényre, ahol ami nekik is egy plusz feltöltődés és egy program, egy kikapcsolódás, és számunkra is fontos, hogy együtt tudunk közösen megemlékezni. Idén a város vezetése, elismerve az intézményben folyó magas szintű munkát, megemelte a működési költségre megszavazott támogatást. Az elmúlt héten fogadta el a város a költségvetését, megvan már a rendeletünk 2019-re, és ebbe örömmel mondhatom el, hogy 2,5 millió forintos támogatást biztosítunk az Összefogás Közhasznú Alapítványnak. Én bízom benne, hogy ez az összeg elég ahhoz, hogy az állami támogatás mellett és más pályázati források mellett egy olyan kiegészítő összeg, ami stabilan fenntartja továbbra is az intézményt, mert hogy szükségre van rá, az nem kérdés számunkra. A tavalyi évben ért véget egy FSK-s pályázatunknak a lovas terápiás programja. A tavalyi évben szükség volt a Bonyhádvárosnak egy plusz támogatására, mert olyan magas költségei vannak ennek az épületnek, hogy a várostól még kaptunk a 2 millió forinton felül plusz 500 000 forintot, és az állami normatívából, és így sikerült az évet sikeresen zárni. Álom Gyöngyi elmondta, tavaly kibővítették a működési területüket, illetve a nappali intézménybejárók létszáma is nőtt.
Három új ellátottunk van, egyik májusban, a másik pedig szeptemberben kezdett. Az ellátási terület is bővült, Komló, Óbánya és Szekszárdról vannak ellátottjaink még. A műsor után az étkezőben torták és sütemények mellett ünnepeltek, farsangoztak tovább a fiatalok és rokonaik, barátaik, családtagjaik.